Akkor fog ez jól működni ma, amikor mindenki ugyanezen a nyomás alatt van? Hogyha az, aki karriert csinál, az képes arra, hogy otthon is helyt álljon. Ez ember feletti erőfeszítés. Üdvözlök mindenkit! Bedő Émre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja YouTube csatornája. Komoly kérdés érkezett, nagyon szertágazó, az, hogy hogyan segítsék a férfiak a nőket a karrierjük építésében. Egyáltalán ez a karrier kérdés férfi és nő szövetségében és a karrier verseny mit jelent? Ezen az egész csatornán olyan válaszokat adunk fiúknak és férfiaknak, amelyekből önbecsülést meríthetnek, amivel megszerezhetik a nők megbecsülését is, és amivel otthon is hely tudnak állni. Több tartalommal jelentkezünk hetente, ha nem akartok lemaradni, iratkozatok föl. Tehát az egész kérdéskör, hogy hogyan segítse a férfi a nőt a karrierjében, kinek legyen karrierje, baj-e az, hogyha a nőnek nagyobb karrierje van, magasabb pozícióban van, több pénzt keres. Ez egy nagyon divatos kérdés, de olyan mértékig dominálják az abszolút kötelező, helyes választ, hogy erre a rövid videóként annyit van, hogy igen, kötelesek vagyunk, és mindent meg kell tennünk, és kész, hiszen ez a mainstream válasza. Én azt szeretném, hogyha ezen a csatornán őszintén tudnánk beszélni, normálisan gondolnák végig férfiként és nőként, éppen a szövetségünk megerősítése érdekében, hogy miről is szólnak ezek a kérdések. Óriási problémát jelent, hogy ma ez a karrier kérdés úgy merül föl, hogy, hogy akinek karrierje van, az több pénzt fog keresni, és az lesz a domináns, ugye? És a nőket akarják előnybe hozni, hogy nehogy a férfi legyen a domináns. Ez azért van, hogy értsük, mert az elmúlt száz évben, amióta a, a feminista mozgalom elkezdődött, a, nem csak a, a, a feminista mozgalom által dominált művészeti, új, í, hogy mondjam szépirodalmi területek, hanem a tudományos terület is kifejezetten és deklaráltan férfi és nő viszonyát kizárólag dominancia szempontból vizsgálja. Tehát azt mondják, hogy férfi és nő együttműködésnek az 1500 72 vagy 20860 másik aspektusa egyáltalán nem érdekli őket. Egy érdekli őket, hogy a dominancia, ki dominál kit. a fogyasztói társadalomnak az a lényeg, hogy minél több pénzt keresünk nekik. Tehát a profit termelésre minél több energiánkat adjuk bele, ezért nekünk is jut valamennyi, de ha kinél a pénz van, annál van a hatalom, tehát hogy kihoz hoz haza több pénzt, és hogy a férfi vagy a nő, érezzük, hogy micsoda feszültséget hoz ez a mi életünkbe. Holott férfi és nő nem azért szövetkezik, soha nem azért szövetkezik, hogy egymás karrierjét egyengessék. Férfi és nő együtt akarja teremteni a végtelent, tehát azt akarják, hogy ők is, ugye mögöttünk ott van több millió ember, aki azért élt, hogy mi élhessünk, és mi is most a kis életünkben hozzá akarjuk tenni a mi részünket, hogy utánunk is legyen élet, biztos, tehát utódokat akarunk értékrendet akarunk átadni, hogy azok az utódok ne rombolják le a világot, hanem lehetőleg építsék. Ez egy nagyon komplex kérdés, ez, hogy egész értékrendet hogy adunk át, nem fogja az iskola átadni, tehát mi kell átadjuk. És kapcsolódás képességet és családképességet is kell egy férfinak és egy nőnek adni, hogy egyáltalán ez a lánc folytatódhasson, majd mert a fiúknak és a lányoknak, hogyha nem adunk kapcsolódás képességi mintát, hogy mi hogyan csináljuk, és ők is csinálják úgy, akkor egy-két generáción belül ki fog pusztulni az a lánc, tehát azok a milliók, akik mögöttünk vannak, és mindenki hihetetlen nehéz körülmények között ugye kapáltak, kasszáltak, bombákat hajigáltak a fejükre, és nem tudom, betegek voltak, és eltemették a gyerekeiket, ilyen körülmények között jól tették a dolgokat, azoknak most mi megszüntetjük ezt a láncát. Tehát ezért szövetkezik férfi és nő. Nem azért, hogy ki menjen és ki csináljon karriert. Látni kell, hogy a karrier arról szól, hogy időt vesz el a családtól. Hihetetlen nagy idő beruházást jelent az emberek, akik, akik karrierbe gondolkodnak. Ez az az idő nem a családért van. A másik az, hogy ez egy hihetetlen idegi terhelésben zajlik. Emberfeletti nyomás alatt zajlik a karrier, azaz roncsként érkezik abban a pici időben is haza az a valaki, aki a karriernek a a, hogy mondjam, az alanya, hogy így mondjam. Tehát nagyon érdekes kérdés ez. Na most, hogyan volt ez régen? Ugye valaki, akinek van valakinek karrierje, akkor ha az életet is akarják továbbvinni, és nem csak a mulandót, amit éppen a karrierje során épít, mert az egy mulandóságot építi be, minden, amit csinálunk egy cégben, egy nem tudom bármi, az előbb-utóbb felülírják, megszűnik, tehát a mulandóságba öli az életét, de lehet mondjuk ez egy városvezető, aki a közösségért dolgozik, vagy lehetett korábban egy király, vagy vagy valaki, aki egy hadvezér. Mindig kellett mellé egy olyan társ, akivel az életet is tudták továbbvinni. És az összes vezetőnek, akinek korábban a történelem során karrierje lehetett, annak, annak a társának, mindegyik társának nagyon nehéz volt. Sokkal többet kellett vállaljanak azoknak a társaknak. Tehát az, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, az akkor született régen. Mert az a nő volt az, aki az élet dolgaiban egyedül is el kellett állni, mert a férfi nem volt soha ott, mert ő karriert épített. Nem, nem, nem karrier volt, hanem vezető pozíciót vállalt. Majd ajánlom, hogy olvassátok el a Teremtő tűz című könyvemet, ami nem olyan régen jött ki, ebben részletesen írok erről, hogy addig ment ez jól, ameddig a társadalom egy ezreléke volt ilyen típusú vezető, de lehet, hogy kevesebb, mint egy ezreléke. Tehát ezer emberből egy valamilyen az összes városvezetőt, az összes hadvezért, az összes nem tudom, királyt, meg mindenkit összeadtunk, akkor az a töredéke volt a társadalomnak. A többiek majdnem mind a földet túrták, és az életet gyarapították. Tehát értékrendet adtak át, gyerekeket nemzettek, és kapcsolódásképességet, és házasságokat menedzseltek, hogy az élet tudjon tovább menni. Addig ez működött. De a városi lét, az, hogy a városba költöztünk, tömegeket kényszerít arra, hogy úgy éljenek, mint régen az az egy ezrelék, hogy az idejük és az energiájuk nagy része belemenjen valami olyanba, ami csak közvetetten jön a család érdekében. Értjük ezt? Tehát, amikor karrierről beszélünk, hogy ki csináljon karriert, a férfi vagy a nő, vagy mindkettő, akkor számoljunk azzal, hogy jogos az a tudat alatti félelmünk, hogy ha ő akar karriert, akkor ő el fog tűnni időben, és el fog tűnni energiában is. Roncsolódik folyamatosan, és úgy kapom vissza. Éppen a mi közös dolgunkból fogja ezt kivenni. De nincs amit ezen filozofálni. Mi közös dolgokról szövetkeztünk, és őt meg kiveszi ez a dolog a közösből. Akár férfi vagyok, és a nőről gondolom ezt, akár nő vagyok, és a férfiről gondolom ezt, jogos, még akkor is, ha most, nem, nem, most már nem tudjuk fogalmazni, mert most már beszéltem róla, de egyébként tudat alatt ez abszolút ugyanígy működik. Tehát amikor ez a görcs így bejön, akkor azt tudnunk kell, hogy nem azért van, mert mi nőellenesek vagy férfi ellenesek vagyunk, hanem azért, mert mi szövetkeztünk valamire, és az veszélyben van. Tehát nagyon fontos, hogy lehet egy nőnek karrierje. Igen, lehet. Lehet egy férfinak is, de akkor fog ez jól működni ma, amikor mindenki ugyanezzel a nyomás alatt van, hogyha az, aki karriert csinál, az képes arra, hogy otthon is helyt álljon. Ez ember feletti erőfeszítés. Tehát azért mondom, hogy aki képes erre, mindenki számoljon el önmagával. Minden konstrukció lehetséges. Többet keres, nő, kevesebbet. Vannak egyébként tudományos kutatások, amik azt mutatják, hogy az a baj, hogy Élhetünk ezzel a szabadsággal, amit ad nekünk a város, de a probléma az, hogy nem vagyunk elég felnőttek hozzá. Tehát az, hogy tömegekre szabadult rá ez, tehát még egyszer mondom, korábban, mondjuk egy ezreléke az embereknek volt ilyen vezető, akik ezt a nehéz életet nagyon-nagyon tu tudatosan menedzselték, hogy ki mennyi energiát hová tesz, milyen asszony szerzek, aki kőkeményen ott áll mellettem, ha én egy hadvezér vagyok, vagy ha netán egy királynő vagyok, akkor milyen uh, ugye, férjem lesz, ugye, én vagyok, aki, aki valami ugyanúgy hozzá tud tenni ehhez, de mindenféle konstrukció volt, de az, hogy az embereknek egy ezreléke Kell ezt a nagyon nehéz életet élje, az egészen más volt, mint hogy most az embereknek a 70%-a, mert nem csak a vezérigazgatók gondolkodnak így, hanem az összes középvezető, a, még a munkavállalók is azt gondolják, hogy az már egy karrier, ugye? Tehát nagyjából mindenki, aki időt, de rengeteg időt és, és óriási nyomás alatt tölt rengeteg időt a családtól távol, az már outputját tekintve, tehát eredményét tekintve karrierista. Gondoljunk bele, két hiperintelligens ember kell, hogy kezeljék ezeket a különbözőségeket, egyszerre kell kettő, és hosszú ideig kell kettő. Tehát Eleven az intelligenciánk is, ugye, le vagyunk terhelve, tehát nincsen elég időnk sem ezzel foglalkozni. Mindenki ösztönösen sodródik, fut és csapkod, mert fáradt, és nem akar tudomást venni arról, hogy mindenféle feszültség és mindenféle problémák érik. És aki még rá akar tenni valamilyen terhet, azt lekaszabolja, mert nem bírja már a terheket. Na, ilyen embereknek kéne tudatosan, kimérten kezelni egy ügyet. amikor a nő többet keres, mint a férfi, akkor a férfi sem érzi magát jól, cserébe viszont a nő sem becsüli jobban a férfit. Egyszerűen elkezdi elveszíteni az érdeklődését. Nagyon nagy kérdés, hogy a férfi ezt hogyan tudja kezelni, hogy ő még lendületbe tud-e maradni, vagy, 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 leül és összezuhan. Van egy másik probléma, amely a szexualitással kapcsolatos, tehát ezt női hipergámiának hívja a pszichológia, hogy a nő azzal képes szexuális aktusra, vagy egyetlen libidója azzal keletkezik, akire fel tud nézni. Akire nem tud felnézni, azt nem fogja megkívánni. Tehát a szexuális életükre is hatással van az, az, amit, amit a nővel is tesz az, ha többet keres, mert félreértés a nő hihetetlen, bonyolult helyzetbe kerül, hogy ő maga hogy kezeli ezt, és amit a férfival is tesz. És ezért mondom azt, hogy abszolút lehetséges, de kell két kiemelkedően magas intelligencia egyszerre, hosszú távon. Mert ugye mindenféle hatások érnek a hosszú táv alatt, és akkor is ki kell tartani akkor, is amikor a különféle megpróbáltatások érnek. Amikor mi azon dolgozunk a férfiak klubjában, hogy felhívjuk a férfiak figyelmét arra, hogy az egészségük és az életük értelmesítétele otthon történik, és hogy a, ha csak a munkahelyen vannak, akkor ki fognak égni, és ha nem tudják megszerezni a gyermekeik és az asszony megbecsülését, akkor a. Az otthon, amiről beszélünk mindig, hogy otthon is helyet kell állni, az otthon az egy ilyen csatatéré válik, egy kockázatos hely, ahol nem akarok hazamenni, mert az az, hogy mindig vádló szemekkel néz rám, ahol mindig csöndre parancsolnak engem férfiként, mert sose nem voltál itthon, akkor most fogd a szádat és hagyjál béken, vagy ugye el is válnak tőlünk a, a, a vállásoknak a 73%-át, nők indítják el, tehát 73%-át, az ultra többségét. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény világ. És ebben a világban amikor erről beszélünk, hogy a férfiaknak a családban lenne az egészségük, az életük kiteljesedésének, az értékek átadásának, mindennek a, 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 az igazi lehetősége, akkor nem azért akarjuk visszavinni a férfit a családba, hogy a nő menjen el, ugye? Mind a kettőnknek az lenne a dolga, hogy a teremtésben, az végtelenben a szabad időnkben részt tudjuk menni, mert kötelező dolgozni. Tehát a két keresős modell az kötelesség. Tehát nem gondolkodhatunk, hogy egyik menjen dolgozni, vagy másik menjen dolgozni, mert a mi vidékünkön a két bér is, tehát a férfi nőbére összesen is elfogy hóvége előtt. Tehát ahol a két bér zöme is elfogy hóvége előtt, ott nincs kérdés, hogy mindenkezének minden dolgozni kell. Az a kérdés, hogy az életüket nem a munkahelyen szerzett pénz, hanem a pénz átalakítása teszi valamilyen módon értelmessé, hogy mivé alakítjuk azt a pénzt együtt. Igazán a csatatér a, karrierrel kapcsolatosan csak félelmekre alapozódik, hogy úristen, ezt el fogom veszíteni, vajon mi fog vele történni, idegroncsként jön haza, nem lesz itthon, kész. Ez szétfele szed. Minden, ami összetart, az a közös munka. És ezt azért mondom el, mert ide tartozik a házi munka, és lehet, hogy ma lesz erről külön videó is, de a lényeg az, hogy annyira analógok a férfi és a nő, tehát nem, hogy a, a munkahelyeinken történő dolgok, dolgokat hiába meséljük el otthon, hogy ezt és ezt csináltuk, és úristen, az egy sztori. Azt értékeljük a másikban, amit konkrétan látunk belőle. Tehát amikor hazaérünk este héttől tízig abban a kis rövid időben, ami alatt az egész életünket, az egész munkát el kell végezzük, mert addig csak a munkahelyen voltunk, és a, a múlandót teremtjük, de az örökkévalóság teremtését, a jövő, az érték, az gyerekek, nem, a gyerekek, azt abban a kis időbe kell ellássuk. Tehát abban a három órában, hogy mit csinálunk együtt, azt becsüljük meg. Mert az az én szemem láttára történik, hogy ő tényleg a családért dolgozik. Az, hogy ő elmegy a munkahelyére és sztorikat mesél, és átvit, a pénzt adja a családért, az még nem ő. Ő az, amit látok belőle, hogy otthon kiviszi a szemetet, hát ilyen dolgokon múlik az élet, ugye nagyon kemény, pedig nem annyira nagyon bonyolult, kipakolja -e ki a, a mosogatógépet. És ha ilyenekkel hihetetlen sok piros pontot lehet szerezni, akkor kár nekünk csatatéré változtatni ez. Ez a dolog hozhat össze. Csak az, amit együtt teszünk a közös érdekében, mert mi arra szövetkeztünk, hogy a jövő generáció által a világ mindenség örökké építjük. Ez egy hülye hangzik, de mégiscsak próbáljuk meg ezt így megemészteni, mert sokszor fogom mondani. És nem arra, hogy kinek legyen nagyobb a karrierje. Lehet karrier, de tudjuk, hogy az egy áldozat. két karrierrel nincs család. Tehát ezt tegyük hozzá. Ez biztos. Tehát nem, nem magyarázkodjunk. Két karrier, nuku család, azok a gyerekek ugye el vannak valahogy az intézmények, a nem tudom mi, nevelgetik őket, de az nem nevelés, hanem az úgy úgy terelgetés. Ki tudja, ott két generáción belül nagy valószínűséggel megszűnik. Tehát a, 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 ennek a további lehetősége. Egy karrier mellett egy másik nagyon kemény élet van, és hogyha az ő szövetségük ezt bírja, hogy annyira felnéznek egymásra azért, amit a másik csinál, azt mondja, én karrier csinálok, te felnézel rám azért, mert én a társadalomért teszek, de én meg nagyon felnézek rád, mert a közös létünknek az eredményeit te, te produkálod, és a kettő össze tud jönni, akkor az menedzselhető. Remélem, hogy mindebből az szűrődik le, hogy ha másképp kezdjük gondolni a világot, és helyére kerülnek a dolgok, akkor a döntéseinket helyesen fogjuk tudni meghozni. Mert a szemüvegünk és az egész szemléletünk más képet tesz lehetővé nekünk. Ezért dolgozok én ezen veletek együtt, remélem, hogy egy olyan közösségé válunk, ahol előbb-utóbb mindenki már egy kicsit másképp fogja gondolni, és amikor találkozunk, akkor olyasmi lesz, mintha mint ugyanazt gondolnánk a világról. Ez itt a lényege a közösségnek, úgyhogy remélem, ma is léptünk egyet előre. Hajrá együtt!